Szeptember 30-án Szlovákiában választást tartanak, mi pedig a napunkkal együttműködésben fogjuk közvetíteni az eredményeket, de már szeptember 30-a előtt is számos adásban fogunk foglalkozni a szlovák belpolitika különböző aspektusaival, ugyanis hiszünk abban, hogy a világ értelmezésének a határait nem korlátozhatják az ország határai. Zoltán, mi a legfontosabb tétje, kérdése, illetve dilemmája a szeptember 30-ai választásnak? Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez Szlovákia 2010, és az egyik legfőbb kérdés és legnagyobb tét az, hogy elindul-e az ország az orbanizáció útján, és hogy visszatérhet-e az a Robert Fico fémjelezte orosz barát, velejéi korrupt és egyébként Orbán Viktorhoz közel álló politikai erő, amelyet 2018-ban az újságírógyilkosság után tömegtüntetések üsztek el a hatalomból, és szövetkezik-e szélsőjobb politikai erőkkel. Ha ez megtörténik, az az egész térség számára egy komoly változást eredményezne. Szerintem már ebből is látható, hogy szuper izgalmas időszak elé nézünk, úgyhogy ha képbe szeretnétek kerülni, akkor kövessétek a Napunk és a Partizán közös választási műsor folyamát. Ciao.